Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Ne legyen áldozat című műsort 2008-ban hoztam létre, mint egy hiánypótló tájékoztatásként ebben a sok esetben gyalázatos és embertelen földi világunkban. A műsort a kezdetek óta saját magam szerkeztem és egyben finanszírozom. Támogatást soha egyetlen alkalommal sem kaptunk. Sajnos azonban az egyre csak romló gazdasági helyzet nem teszi lehetővé, hogy a továbbiakban is magam finanszírozom ezt a műsort, ami nagy hiánya a tömegtájékoztatásnak. Elfogytak az erre irányuló tartalékaim, így az alábbi tiszteletteli kéréssel fordulok Önökhöz. Amennyiben van rá lehetőségük, úgy kérem, hogy havi szinten 1000 forint összeggel járuljanak hozzá műsorok további készítéséhez és megjelenítéséhez. Ezáltal biztosítva, hogy az eddigi befektetett munkát nem kell abba hagynom, és továbbra is heti rendszerességgel tudom elkészíteni és megjeleníteni az újabb és újabb adásokat. Támogatásukat az alábbi bankszámra tudják elhelyezni. Köszönettel és tisztelettel, Tímár László, szerkesztő műsorvezető. Földi világunk csupán egy apró pontja a teremtett mindenségnek, amelyben mi emberek is éljük a halakvilág hónapjának utolsó harmadában a mindennapjainkat, amikor is az erőszak, a háborúskodás, a másokon való élősködés, a kizsákmányolás a mérvadó, és embernek embertelenné vált embertársa a farkasa. Azonban ebben a velejéig romlott, elfajzott, kájni szemlélet szerint élősködő földi világunkban mindentől függetlenül is embernek kell megmaradnunk, mert kizárólag csak emberként tudunk tovább lépni ezen a koron és állapoton. Mindehhez felülről megkapjuk a segítséget és áldást, ám ennek fogadásához elengedhetetlen a lélek. A jelen korszaknak több belejárója is van, ami messze menően túlmutat az emberi szinten, és függetlenül attól, hogy ezekről ki vesz tudomást és ki nem, ezek bizony létező jelenségek. A jelen életünkben érvényes a szabad akarat elve, amikor minden ember azt szerint élheti az életét, amit ő maga választ, de természetesen megkerülhetetlenül a választás következményeivel egyetemben. Ezen felül kegyelmi időszakban vagyunk, ahol minden ember élhet az ingyen adta kegyelem adta lehetőséggel mindaddig, ameddig erre vonatkozóan lehetőséggel adatik. És nem utolsó sorban ítéletben is vagyunk, amit elkerülni, kikerülni senkinek sem lehet. Mai műsorunkban továbbra is az emberiséget érintő ítéletről kérdezem meghívott vendégemet, Papp Gábor, művészettörténészt. Jó estét kívánok, tanár úr! Üdvözlöm itt a stúdióban. Nagyon szépen köszönöm, hogy ismételten elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm szépen. Én is szeretettel üdvözlöm Önt is, és a kedves nézőket is. Tanár úr, az ítéletben vagyunk, és sorozatunkból még hiányzik egy rész, és ezt szeretném Önnel még a mai nap elkészíteni, és az előző részben az volt az utolsó mondat, hogy szellemiség nyilas, testiség ikrek, ami könnyen át tud menni a halakba, ahol az egymásért való kiállás, az egymással való szembefordulást tud eredményezni. Egy kicsikét utaljunk vissza az előző adásunkban elhangzottakra, és innen menjünk tovább. Átadom Önnek a szót, tanáról. Köszönöm szépen. Én most újra a felelősséget hangsúlyoznám. Még mielőtt bármilyen konkrétumban beleereszkednék, tudnélik, maga az a tény, hogy mi itt állatövi jegyeket emlegetünk folyamatosan, az felvet egy olyan, nem is azt mondom, hogy probléma, ez inkább egyfajta veszély, hogy tudnélik, beidegzéseket indítunk el ezzel. A beidegzések általában úgy kezdődnek, hogy akkor hát itt horoszkopizálásról lesz szó, és már bejön ez az ördögműve, ez nem jó dolog. Tehát távol tartjuk magunkat tőle. Tehát ahogy én belehallgattam a múltkori előadás végébe, hogy elgondolkoztam, hogy ha én nekem nem lenne olyan előképzettségem, ami hát részben a művészettörténeti, részben az irodalomtörténeti foglalatosságommal, hát úgy kapcsolatos, hogy elengedhetetlenül szükséges, hogy egyfajta úgynevezett asztrálmítoszi vagy csillagmítoszi rendszerben hát, tájékozódni tudjam. Mert hiszen ennek a lenyomataival találkozunk lépten nyomon a képzőművészetben is, irodalomtörténetben is. De nagyon vigyázni kell, hogy mi ezen a vonalon folyamatosan emlegetve ezeket a tételeket, tehát nyilas, ikrek, halak, rák és így tovább, nem távolítjuk el a hallgatóságnak azt a részét, amelyik hát éppenséggel hát nagyon is rászorulna az ezeken keresztül hát sugározható tanításra, illetve
tapasztalatokra. Úgyhogy én most kerülni fogom egy darabig azt, hogy ezekre konkrétan hivatkozzam, mert igaz, hogy ha az ember a jelenkornak a nagyon aktuális és nagyon feszítő problémáit úgy legalábbis egy bizonyos mélységig meg tudja érteni, tehát ne a felszínen tapogatózom, és főleg ne a hivatalból tájékoztatóknak a véleményét tekintse szentírásnak. Ahhoz viszont tényleg kell ismerni egy ilyen fajta hát ismérveit a korunknak, hát amit a legszerencsésebben még mindig ezzel a hagyományozott apparátussal tudjuk mi jellemezni, tehát amikor valóban egy 12-es rendszerben gondolkozunk, azon belül a aktivitásokat, tehát a dinamikusabb részét a történelmünknek, azt egy hétbolygórendszernek a keretében tudjuk jól modellezni, és hát egyáltalán így értjük meg, hogy a irodalom csatornáján keresztül, vagy a képzőművészet csatornáján keresztül, hogy próbáltak eleink már fölkészíteni arra, hogy gyerekek itt nagyon nagy bajok lesznek. Ugyanis tökéletes előrejelzéseket kaptunk. Mi itt ezek közül azt hiszem, hogy részletesen, vagy valamelyest részletesen az ember tragédiájával foglalkoztunk. Részben azért, mert aktuális volt, tehát tudjuk, tavaly volt a születésének 200-as évfordulója, ugye Madács Imréről van szó. Másrészt pedig, mert tényleg elképesztő távlatokat tudott megnyitni ebben a hát 1860-ban fogalmazott műben. Szóval hihetetlen, hogy mennyire hát úgy tudott figyelmeztetni veszélyekre, hogyha valakivel egy pici kis hát érzékenység volt, az már előre tudta, hogy bizonyos lépéseket ne tegyen meg, mert azok az emberi minőség leépítését fogják a továbbiakban munkálni, és ennek a vége jelenleg benne vagyunk. Tehát nem csak azok, akik intézik a emberiség sorsát, azok már bizony, hát nagyon nagy részben. Tulajdonképpen az ember jelzővel csak nagyon nagy engedmények árán illethetők. Tulajdonképpen biorobotok. Tehát egy nagyon szűk kör által nagyon előrelátóan programozott biorobotok, és folyamatosan programozott biorobotok. És ők pedig, ha használni akarnak embereket maguk körül, kénytelenek azokat is ide leszorítani, tehát a biorobot szintjére. És az a beosztása a jelenkori emberiség életének, amelyikben hát a hétköznapok embere élje maga életét, az alapvetően már nem emberi magatartás szint. Tehát gondoljunk egész egyszerű esetekre. Tehát elmegyek egy bevásárlóközpontba, és ott van egy számítógép, amivel elszámoltatnak. Ez a hölgy, mert általában a hölgy ül mellette, ez reggeltől esik, vagy hajnaltól addig, ameddig ott ül mellette. Ez emberi élet. Még csak nem is állati. De ez egy növényi élet, le van gyökerezve oda. És örülhet, ha egyáltalán pisilni kiengedik egy nagyon-nagyon rövid időre. Tehát ez azt jelenti, hogy itt egy olyan mértékű leépülése történik az emberi minőségnek, amivel párhuzamosan folyik egy olyan iskolázás, és az iskolázásból értsük most bele a médiának a folyamatos tevékenységét is, hogy ezt ne vegye észre. Tehát, hogy más minden töltse ki a világban való foglalkozását, beleértve a saját magával való foglalkozását. Tehát ez azt jelenti, hogy egyszerűen nem figyel föl rá, hogy ő egy bizonyos előny kedvéért, hogy mondjuk a szomszédjánál többet keres. Összehasonlítások nagy része idől el, hogy én most akkor mit fogok választani. Ez tulajdonképpen egyre távolabb viszi a tényleges emberi magatartástól. Na most erre nyilván mert gondolkodó kedves embertársaink azonnal rákérdeznek, hogy mit értek én érdemes, értelmes és méltó emberi magatartáson. Hát itt nagyon pontosan meg lehet fogalmazni. És voltak is elődeink, akik megfogalmazták, nagy tanítók,
most nem akarok neveket emlegetni, mert belehallgattam egyéb előadásokban, és tudom, hogy itt például Klebersberg Kuno neve elhangzott egy korábbi megbeszélésben, aki nagyon szépen meg tudta fogalmazni, tulajdonképpen mi az alapja annak, hogy én embert tudjak nevelni, már akármelyik társadalmi rétegnek a képviselőjéből. És itt végig az önfeláldozásról, hát ő ezt egy alázat kifejezéssel szokta megemlíteni különböző megnyilvánulásaiban. Tehát a lényeg az, hogy egy olyan tájékozódási rendszeren belül, ahol mindenki, aki egyáltalán szóhoz jut, már akár politika, akár nevelés, akár bármilyen irányítási szinten, kizárólag a rációt tudja irányításnak elfogadni. Tehát ez azt jelenti, hogy számára ez a szó, hogy alázat, ez egy becsmérlést jelent, tehát egy negatív tétel. Az, hogy önfeláldozás, ilyen szó nem is szerepel a szótárában. Tehát egyszerűen nincs értelme. A ráció, hát mit akarsz te önfeláldozni? Te önfeláldozol, azzal ő a mindenkori ellenfeled, az több lesz, te meg kevesebb. Megőrültél? Tehát egyszerűen nem tud másképp gondolkozni. És erre is tanítják, ezt erősítik meg folyamatosan. Na most, ha én az embert a többi élő szint fölé emelő tulajdonságánál akarom megfogni, akkor itt csak az ingyen kegyelmet tudom említeni. Mert a szeretetet, vagy a jóságot, mert ez a három kifejezés függ össze szorosan egymással, de jóságot azt mondjuk növényi szint is tudja gyakorolni. Meg tudja állapítani, mikor jó, mikor nem jó, több a fényből, nekem az jobb. Akkor én szépen kinyílok, és hát folytatom az életet azzal, hogy magot hozok létre, utána azt kibocsátom, és így tovább. Szeretetet állati szint is tudja gyakorolni, de az ingyen kegyelmet nem. Tehát, hogy én úgy tudok jót tenni, hogy semmit nem várok vissza. Ez tulajdonképpen a család keretében kellene, hogy látványosan és anélkül, hogy ezt nagy dobra vernék, de jól láthatóan azt a köz, tehát a többiek részére is jól láthatóan meg nyilván miért. Mert ha a tényleg szülő-gyermek kapcsolat, akkor én úgy kell, hogy neveljem azt a gyereket, hogy én semmit nem várok tőle vissza. Tehát minden jót azzal adom, hogy nem az, hogy majd a taknyos kölyök, ha fölnő majd, akkor utána viszont ő adja vissza. Nem. Semmi köze ehhez. Az egy kereskedelmi gyakorlat. Annak semmi köze nincs a valódi családi, tehát a szülő-gyermek kapcsolathoz. Amit én továbbadok jóságként, azt én megkaptam a szüleimtől. És ne panaszkodjunk, hogy de az én apukám, nincs is apukám, nekem faterom volt, az is elmegy. Szóval hagyjuk ezt a rossz szöveget. Mert akkor neked annál inkább kell figyelni rá, hogy te viszont tényleg a szeretetet add tovább a saját gyerekednek. Pontosan azért, mert a hiányát érezhetted gyerekkorodban. Tehát annyira tiszták ezek a képletek, hogy ha ember akarsz lenni, az első az, hogy úgy tudj adni, hogy nem kérsz vissza semmit. Na most ezt lehet önfeláldozásnak nevezni, ezt lehet ingyen kegyelemnek nevezni. Az egyiknek vallási színezete leszakasz, azért fogja utálni az előre programozott biorobot. A másikat meg azért, mert az meg lelkizést jelent számára. Szóval úgy vannak alakítva, hogy lehetőleg mindenre, ami fölfelé emelné, legyen egy rossz szöveg, amelyik cikizni tudja. És onnantól kezdve ez már kikerül az érdeklődési körébe. Na most, amiket én itt elmondtam, ez maga az ítélethelyzet. Tehát erről kezdtünk beszélni. Mert ebben nekünk tulajdonképpen hát percről percre, már majdnem azt mondtam, hogy napról napra, de nem, napokat nem is várhatunk. Tehát percről percre kell döntenünk, hogy mi most tényleg vállaljuk, még ilyen körülmények közt is vállaljuk az önfeláldozást. Még mindig vállaljuk, pedig már mennyire rossz sorsunk van. Igen. És nem igaz, hogy ezzel romlik a sorsunk. Tehát ez egy egészen, hát mondhatnám, hogy egy ősi fölismerés. Tehát ember létünk kezdetétől. Amit ha megfogalmazok, most megint azt fogják mondani, hogy hát ez egy közhely, ezen nem kell így most törődni. Minden esetben, ha összehasonlíthatom azt, hogy én adok, vagy kapok, a jó érzés mindig messze fölül múlja azt, amikor adok, azt, amikor kapok.
Ez meg tapasztalati tény, de ezt gyerekkortól kezdve érzi az ember, nem is kell figyelmeztetni rá. Na jó, de ha megjelenik a jobban tudó rokon, vagy jobban tudó ismerős, vagy nevelő, aki azt mondja, hogy te balond vagy, hát ne, hát itt soha nem jutsz előre. Hát mi az, hogy te akkor ingyen adsz neki? És akkor most nem folytatom, mert ugyanaz a szöveg meg. Szóval bizony benne vagyunk az ítéletben. És ezt megint azt kell mondjam, hogy az a sok-sok figyelmeztetés, amit mi az igazán magas szintű irodalomból, mert nekünk olyan van, de nagyon van, és folyamatos. Tehát azt jelenti, hogyha bárhol beleolvasok, rögtön lehet érezni, de hiszen ez az előzőt folytatja egy valamivel tágabb vagy magasabb szinten, de ugyanazt a tanulságot, ugyanolyan, hát elvileg kozmikus, de gyakorlatilag együtt történeti környezetben. Tehát ami azt jelenti, hogy a teljes emberségemet azonnal látom, hogy milyen veszélyek fenyegetik, illetve abból hogyan tudok egy magasabb szinten kiemelkedni. Mert ezt mi megkapjuk az irodalmunkból. Na most egy jelenkori fiatalság a nevelése folytján, nem magától, a nevelése folytán ezt az irodalmat olvassa? Nem. Miért nem? Állítólag mi egy nemzeti kormány alatt, egy nemzeti művelési, trendet, vagy egy folyamatot munkálunk, illetve abban vagyunk benne. De én ennek nem látom tapasztalat, nyomait. Vagy nagyon keveset, és nagyon nem jó helyzetben, ellenszélben. Úgyhogy ezekre most már szépen lassan föl kéne figyelni. És miután az ítélethelyzet, hát bizony még folytatódni fog jó darabig. És ezek az ítélethelyzetek általában, ha ilyen mértékig, kettős mércével folyik a nagy közönség, tehát a rászorulóknak, akiknek tényleg az ingyen kegyelemben részesülnie kellene, azoknak a félre tájékoztatása, hát akkor ez egyre rosszabb helyzetbe fogja hozni az emberiséget. Nem úgy egészében, nem úgy, hogy egyik nemzet a másik rovására. Mert innentől kezdve ez azt jelenti, hogy minél lejjebb viszik a tájékozódásunk normáit, tehát csak a testiségre, csak a rációval kormányozható testiségre, egyre közelebb kerülünk a tényleges robothoz. És az emberi magatartás minták egyre közelebb kerülnek már nem a biorobothoz, hanem a tényleges robothoz. Tehát annyira közvetlenül lefigyelt már az emberiség, szó szerint. Ez a megfigyelt kapitalizmus, hogy jelenleg ezt így nevezik. A jelen helyzetet a világban. Tehát azt jelenti, hogy minden az, hogy én nekem most a kezem milyen irányba mozog, milyen nyelven nem, ezt már akár egy percen belül megkaphatnám, ha volna okos telefonom. Tehát megvan rá a lehetőség. És az, hogy most én hányszor használtam határozott névelőt mondjuk a mondatomban. Tehát egészen idáig. És ez azt jelenti, hogy abban a pillanatban, hogy romló a mérce, tehát romló az, amihez mérheti magát egy jelenlegi, hát hogy mondjam, tájékozódó embertársunk, ez azt jelenti, hogy Gresham törvény az megállíthatatlanul működik. Tehát hiába hirdetem én meg, vagy beszélgetésben megpendítek egy magasabb mércét, óhatatlan, hogy a rosszabb pénz szorítsa ki a jobbat. Visszatérve az eredeti fogalmazáshoz. Tehát, hogy a rosszabb normatíva az szorítsa ki a jobbat. Miért? Mert verseny szférában vagyunk, megint tipikus leépítés az ember. Miért kell versenyeznem? Egyben lenne szabad versenyeznünk, hogy melyikünk tud a másikon többet segíteni. De nem úgy, hogy önmagát mutatgatja közbe és dicsérgeti, hanem mint egy majdnem, hogy észrevétlenül. Tehát ebben az egyben lenne szabad verseny. Ehelyett mi? Abban versenyzünk, hogy hogy tudom megkárosítani előbb, mint hogy ő károsítana meg engem. Ennyi. De ez ember? Hát ne haragudjon a világ. Ez nem az. Ez nem. És itt nem lehet nagy lelkűsködni. Vagy azt mondani, hogy na hát azért ez túl erős volt. Mi a túl erős ebben? Hát itt egy definíciós kérdésről van szó. Ez még nem ember. Válhatna azzá, de jelenleg minden tendencia ellene szól. És ha én most megkérdezek egy átlag, hát hogy mondjam én, polgártársamat, aki történetesen szülő, hogy
mégis melyik irányba indítaná el a gyerekét? Hát ha azt akarom, hogy karrierje, már pedig azt akarom, hát akkor természetesen, hogy a versenyszférában ő maradjon fölül. Hát a lehető legrosszabb irányba indította, de drágám, a lehető legrosszabb. Ez már nem az emberi minőség felé indult el. És pedig bizony 100-ból 99 így indítja. Most itt vannak a gondok. Tehát nekünk tulajdonképpen a 100-ból egyetlen egy emberhez volna értelme beszélni. Hát persze mi mind a 100-hoz próbálunk, de az az egy tud rá figyelni, megérti, vállalja, mert itt a vállalás a döntő, akkor már érdemes volt. De hát sajnos itt tartunk. Na most nagyon nem akarok pessimista módon befejezni. Én a hétköznapi életben túlnyomó részt a pozitív jelenségekkel találkozom. De ezt, ha nem említettem volna még, azért ezt hangsúlyoznom kell. Az ember behívja a jót és behívja a rosszat. Tehát ez azt jelenti, hogy nem véletlenül, vagy nem egészen véletlenül érik el az embert a jó benyomások, meg a rossz benyomások, a jó tapasztalatok, meg a rossz tapasztalatok. Akárhány ilyen vita téma, ez családon belül is folyik, ismerősik körében is, hogy de én nekem csak negatív példám van, és akkor sorolja a példát. Jóval mondom, kivárom. Ez jó hosszú felsorolás lesz, neki mélye, mond végig. És utána én mondom, látod, ez a baj. Te ezeket jegyzed meg. Körülbelül ugyanennyi érhetett pozitív módon is, de ezekre nem figyeltél föl. És azzal, ahogyan viselkedtél, amilyen a kisugárzásod, te nem a jókat hívtad be, hanem a rosszakat. És érdemesnek találta a rossz, hogy akkor hát rád telepedjen. Mert érdemes rád telepedni a rossznak. A jónak, ezt meg elriasztod. Tehát ez nem vagyunk fel, hogy mondjam, nem vagyunk bűntelenek az irányba, hogy mennyi rossz telepszik ránk. Mert nem tudunk egy folyamatos és tényleg belülről fakadat, lélekből fakadó jót sugározni magunk körül. Ami akkor is sugározom, ha meg se szólalok, ha rá se nézek, de érzi. Én ezt egyébként a saját gyermekemnél tapasztaltam gyerekkortól, és aztán a tanára figyelmeztetett, hogy én nyugodtan itt hagyom az osztályt, mert egy olyan sugárzása van a gyereknek, hogy szóval létezik, hogy még jó, hogy én ezt éreztem, hát persze, hogy a szülő érzi, de ez tényleg megvolt. Tehát létezik egy ilyen. És bizony jót húzta be, jót. És hát ne féljünk ettől. Hát én nagyon sok... Tovább itt nem mondanék, inkább azt hangsúlyoznám, hogy nagyon nagy a felelőssége annak a kevésnek, aki viszont, én úgy szoktam fogalmazni, hogy amit a jó felé vezető útnak felismert, tehát itt a felismert jó az, ami a döntő mozzanat. Mert az, hogy valaki megmagyarázza, hogy mi az a jó, hát ami hozza, hát... dől a lé, ugye szokták mondani, tehát ez hozza a hasznot. De hát nem az a jó. Tehát a felismert jónak a szolgálata. Na most, ha valaki ezt vállalni tudja, mert azzal, hogy felismerte, hát jó, nem baj, sőt, már az is teljesítmény, de ha vállalja, ott dől el minden. Mert abban a pillanatban, hogy én már vállaltam, onnantól már ő boldogít engem. Tehát a jó az nem én tőlem várja, hogy én gyarapítsam őt, hanem ő gyarapít engem. Na most ezt vagy elhiszik, vagy nem. Aki nem tapasztalta, az úgyis csak legyint rá. Persze ez most prédikáció, ez nem érdekes. Tessék egyszer kipróbálni. Szóval azért borzasztóan nehéz, mert még családon belül is. Tehát azt megértetni, közvetlen hozzátartozókkal, hogy engem nem érdekel, hogy egy bizonyos teljesítményért, amiről ő is tudja, környezet is tudja, vissza is igazolják, hogy tényleg nem hétköznapi. Én semmi juttatást nem várok. Tehát nekem az az öröm a fizetség, hogy sikerült néhány embertársamhoz eljuttatni, és bízom benne, mert azt érzi az ember menet közben, ez el is jutott oda. Tehát aki erre tényleg rá akar hangolódni, megérti. Nem hiszem, hogy a mai beszélgetésünknek volt olyan mozzanata,
amit nem lehetett érteni. És nem tudom, hogy észrevették-e, beváltottam az ígéretemet, itt nem hangzott el egyetlen állatövi jegynek a megnevezése sem. Így is tudtunk érteni. Pedig az érvényben maradt, és egyáltalán nem is elhanyagolható. Igen. De ezen a szinten azt hiszem most nem kellett emlegetni. Igen, tanár úr. El is fogyott a műsoridőnk, visszaveszem Öntől a szót, és nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, hisz nagyon-nagyon sok hasznos tudással gyarapított ismét bennünket, és bízom benne, hogy egyre több ember társunkhoz fog tudni eljutni az ön által elmondottak. Én szeretném majd önnel folytatni a beszélgetést egy másik műsorunkban, és még egyszer köszönöm, hogy itt volt, tanár úr. Én is köszönöm. Önöknek is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérem, vigyázzanak egymásra is, és saját magukra is, hogy ne legyen áldozat.